Bábolnál még nem volt eddig ilyen lovastábor, összedugtuk a fejünket, hogy mivel lehetne a gyerekeknek a nyári szünetet egy kicsit színesebbé tenni, és hát ugye itt ez a hatalmas nagy ménes birtok sok lóval, lehetőség kollégiumi szállásokra, és akkor jött az ötlet, hogy próbáljunk meg egy ilyen lovastábort megszervezni. Hál' Istennek vannak szakoktatóink, akik rendelkezésre álltak, és így megszerveztük ezt a dolgot. Alapvetően az volt a célja, hogy a gyerekeknek biztosítsunk lehetőséget nyári szünet hasznos eltöltésére, megismertessük a gyerekeket a lóval való bánásmódra, és esetleg egy olyan hobbit adjunk a kezükbe, ami az életük során végig kíséri őket. Elég változatosan érkeztek a gyerekeink, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ország minden területéről jöttek, Győr környékéről, Pestről, Kiskunhalasról, Szentesről, tehát elég vegyes a társaság, mindenhonnan, az országban mindenhonnan voltak gyermekeink. A táborral két korosztály céloztunk meg, egy 6 éves kortól 10 éves korig, és egy 10-től 18 éves korig. Ehhez képest 6 éves kortól 15 éves korig lett a tábornak az összetétele. 3 ilyen kicsi gyerekünk volt, 6 éves, a többiek általában a 10 és a 15 év közötti korosztály, főleg lányok. A 30 gyermekünk lett, hála Istennek, aztán volt olyan időszak, 2 napunk, amikor 32-en voltak, és ebből 2 fiú volt összesen, a többi mind lány. Az volt a lényeg, hogy egyrészt nyilvánvalóvá váljon, illetve megismerjék Bábolnát a gyerekek. A lehetőséget azt, hogy itt arab lovak vannak, ezekkel dolgozni lehet, és senkitől semmiféle alapképzettséget nem kértünk, igyekeztünk a napi programot is mindig úgy összeállítani, tehát, hogy szétválogattuk a gyerekeket, hogy ki az, akinek már van lovas tudása, ki az, akinek nincs, és akkor ez alapján lettek, tehát így foglalkoztunk velük. Van, aki teljesen a kezdőszintről indítottunk el, van, aki pedig már nagyon komoly lovas tudással érkezett hozzánk, az ő tudásukat pedig próbáltuk finomítani, és az apró finom mozdulatokat megtanítani. Nagyon sok programmal készültünk, sajnos az időjárás az közbeszólt, hét elején egész héten esett az eső. A fő hangsúly ugye a lovagláson volt, délelőtt volt 4 óra, lovaglásra számva délután pedig 3 óra. A fennmaradó időben, illetve a köztes időben volt egy nagyon kedves hölgy, a Janszki Andrea Győrből, ő népművész, ő foglalkozott a gyerekekkel, mindenféle ajándékdobozokat, papírokat, akkor üvegfestésre tanította a gyerekeket, tehát volt egy ilyen állandó mindennapi kiegészítő program, hogy aki éppen nem lovagolt, az el tudott menni. Volt egy ilyen műhelyszobánk, és akkor ott ezzel a hölgyel együtt tanultak mindenféle szép dolgokat. Aztán szerveztünk biciklitúrát is, de sajnos azt elmosta az eső. Ugyanígy járt a szalonos sütésünk és a tábortűzgyújtásunk is. És ezen kívül Komáromba szerveztünk egy kirándulást, a monostori erődben töltöttünk el egy 3 órát, elszaladt felettünk az idő. Tehát tulajdonképpen sok mindent szerettünk volna még ezen kívül is, de hát kevés volt az idő egy kicsit. Szerettük volna megmutatni a szülőknek, hogy ez alatt a hét alatt az a gyerek is, aki kezdőszintről indult, tehát abszolút minden lovas múlt nélkül, ő is végigment ezen a kis játékos akadálypályán, amit fölépítettünk önállóan, és semmiféle félelmet nem mutatott a gyermek, tehát elértük azt a célunkat, hogy biztonságba érzi magát odafönt a lóhántán, és talán azt is sikerült elérnünk, hogy megszerették a lovakat, és a jövőbe is jönni szeretnének majd ilyen táborba, illetve ezt tovább művelni. Nagyon szeretnénk folytatást, ugye ez volt az első táborunk, és nagyon pozitív élményekkel zártunk, mind a gyerekek részéről, mind a lovak részéről.
Én úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze, és ebből kiindulva, jövőre nézve minden nyáron szeretnénk legalább 2-3 ilyen lovastábort szervezni, illetve tervek vannak arra, hogy az őszi-téli és tavaszi szünetben is szervezünk lovastáborokat.